sziasztok! A közelmúltban rengeteg hatásvadász cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy milyen drasztikus változások történtek itt a sebességmérések és a gyorshajtási bírságok tekintetében. Mindenkinek sikerült ezekből a cikkekből remélem kellően pénzt csinálni. Sikerült rendesen beszaratni mindenkit. Ugyanakkor, ha valaki kicsit utána jár, akkor rájön, hogy igazából annyira nüansznyi változás történt, hogy erről beszélni se lett volna érdemes. Úgyhogy megpróbálom pár gondolatban összeszedni azt, hogy mi változott. A sebességmérést azt lényegében kétféle csoportra osztanám. Van az első csoport, amikor ugye vagy egy védőkapuval, vagy kihelyezett háromlábúval, kihelyezett rendőrautóból történő sebességméréssel ugye megállapítják a sebességünket, és gyorshajtás esetén ugye postai úton fogjuk megkapni magát a csekket, nem állítanak meg minket közvetlen a sebességmérés után. Illetve van a másik csoport, amikor ugye sebesség túllépés esetén megállítanak minket, és ott helyszíni bírságként kapjuk meg a büntetésünket. Na most volt ilyen cikk, hogy eddig 50-es táblánál 65-tel büntettek, most már 51-el is fognak. Most egyáltalán nem erről van szó. Ez a 65, ez onnan jött egyébként, hogy a trafikpaxoknak van egy 15 km, 100 km per óra alatt 15 km per órás ráhagyás, 100 felett pedig egy 20 km per órás ráhagyás, mondjuk ugye autópályán egy 20 km per órás ráhagyás van, aminél ugye fotóz minket maga a trafipax, és ugye postai úton közigazgatási bírság keretében fogjuk megkapni a büntetésünket. Ezzel kapcsolatban semmilyen változás nem történt. Tehát, ha ki van rakva a háromlábú, elmegyünk mellette 55-tel, egy 50-es sebességkorlátozásnál, és nem állítanak meg minket ezt követően, akkor semmilyen bírságot nem fogunk ezzel kapcsolatban kapni. Nagyon kevesen tudják, hogy eddig is meg volt arra lehetőség, hogy 50-nél például egy 54-jel történő gyorshajtással helyszíni bírságot kapjunk. Volt is erre példa, ha valakit 50-nél 54-jel 55-tel megállítottak, akkor ugye ott van a rendőrnek lehetősége arra, hogy helyszíni bírságot szabjon ki. Miért pont 54-et mondtam ezzel kapcsolatban? Volt egy 3 km per órás úgymond mérési pontatlanságnak nevezett sebességhatár, amit úgymond azért találtak ki, hogy például ha te 50-nél 53-mal mentél, akkor azt úgy tekintették, hogy az 50, mert talán azt a 3 km per órát a gép hibája, vagy a gép elcsalhatja, ez egy ilyen belefér kategória volt. Na most már ez a 3 km per órás határ ez megszűnt. Magyarán mondva, ha 50-nél 51-jel mérnek be, és megállítanak, akkor ugye már van a rendőrnek lehetősége ezt szankcionálni. Úgyhogy ez a 3 km per órás oda-vissza, ez úgy gondolom, hogy ez annyira nüansznyi dolog, hogy ez a legtöbb embert nem fogja érinteni. Ugyanis ugye ezekből a megállításos témákból van szerintem a legkevesebb, talán azért, mert erre kevés kapacitása van a rendőrségnek. Általában ugye csak kihelyezik a trafipaxot, aztán ugye majd kapjuk a csekket. Na most ugye, mint mondtam, ezzel a kihelyezett dologgal kapcsolatban ugyanígy megmarad 50-nél a kb. 65 km per órás határ. Autópályán ugye 130-nál egy ilyen 150-ig nem fogunk büntetést kapni továbbra sem. Egyedül itt a megállításos témánál van változás. Ugye már nem 54-nél, hanem 51-nél is, ha megállít a rendőr, akkor szabhat ki ránk helyszíni bírságot. Talán továbbra is ebből lesz kevesebb, illetve
nem tartom azt túlságosan reálisnak, hogy minket 51-es gyorshajtással folyamatosan ki fognak szedni, és ezért mi helyszíni bírságot fogunk kapni. Ha mégis lesz olyan rendőr, aki 51-nél fogja osztogatni a helyszíni bírságukat, annak fogunk gratulálni, ő neki tényleg megérte ezt a pályát választani. De szerintem talán erre lesz a legkevesebb példa. Úgyhogy igazából ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Semmilyen drasztikus változás nem történt. Ha erről egyetlen egy darab cikk sem született volna, sem hiszem, hogy ezt bárki észrevette volna a továbbiakban, hogy itt valami változott. Úgyhogy lesz majd egy olyan videóm egyébként, amiben egy ilyen nevezzük gyorshajtásnak, egy gyorshajtást hogyan tudunk megúszni, van ennek egyébként egy kiskapuja. Úgyhogy lesz majd erről egy következő videóm, sőt talán ez lesz a következő videó, ugyanis erről akarok már egy ideje. Úgyhogy ha esetleg erre kíváncsiak vagytok, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!